Most egy beszélgetést láthatnak Monok Péterrel, a Kossuth Lajos Gimnázium angol szakos tanárával, aki egy nemrégen megkezdődött Erasmus Plus projekt gondozását végzi. A program ezúttal is az angol nyelv gyakorlását és több nemzetdiákjainak, pedagógusainak a részvételével az iskolai oktatás fejlesztésének lehetőségeit segíti elő. Már karácsonyi hangulatban beszélgethetünk a gimnáziumban tanárúrral, de természetesen a munka nem áll meg. Legutóbb írországi híreket hallottunk, most hol áll a projekt? Az írországi mobilitás után elkezdtük a tényleges munkát a gimnáziumunkban is, és ugyanúgy az összes többi partnerintézményben. Legelőször is logó készítő versenyben vettünk részt. Mi magyarok több logót is készítettek a gyermekeink, és akkor ebből a legjobbakat vittük ki a nemzetközi találkozóra. És olyan szerencsések voltunk, és nagyon ügyesek voltak a tanítványaink, mert az egyik logónk nyerte el a nemzetközi díjat is, tehát igazából meg is mutatom, a Cseh Krisztának a logója lett a pályázatnak. Tehát a projekt. Nagyon szép, látványos a logó egyébként, de kérhetnék valami magyarázatot hozzá, mit is ábrázol? Igazából a három fő elemet, amivel foglalkozunk a két éves pályázatban, azt mutatja meg, tehát a tüzet, a vizet és a levegőt, és akkor tartalmazza még a zászlókat, a partnerintézmények zászlóit és a pályázatnak a címét, tehát a lényege van ebben összefoglalva. Megmutatnám a második és a harmadik helyezetet is, Koltai Kiarának a műve szintén egy nagyon ügyes logó, második helyzet. És a zászlókat helyezte el a madárnak a farc. Igen, és szintén lehet látni a három elemet, amivel foglalkozunk. Továbbá a harmadik helyezettünk pedig Színege Sárának, hatodik osztályos tanulónak a munkája, szintén a három elem áll a középpontban. Most éppen milyen feladatot kaptak a gyerekek, vagy éppen tanár úrnak mi a tennivaló? Miután hazajöttünk Írországból, a következő feladatunk az volt, hogy meglepetés dobozokat készítsünk. Igazából ez már az ír találkozó alatt is körvonalazódott, meglepetés dobozokat készítettünk, és küldtünk el, és mi is kaptunk, és ezekből egy kiállítást szerveztünk itt az iskolának a könyvtárában. Továbbá a papír anyagból, tehát a dokumentációból szintén egy-egy folyosó kiállítást készítettünk, amit a gyermekek láthatnak. És láthatnak majd a televízió nézői is, hiszen megörökítettük ezeket. Nagyon látványos, tele lett tulajdonképpen ez a folyosó része az iskolának, és azt hiszem, hogy így is lehet kedvet csinálni az angol tanuláshoz, vagy éppen a tanuláshoz a gyerekeknek, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy milyen szép tájak és környezet is van. Magában a meglepetés dobozban mi van? Számtalan kis brosúra, kis édességeket csináló az adott országnak a meglátogatásához. Tehát nagyon ügyesen és ötletesen készítették el ezeket a meglepetés dobozokat. Továbbá még szerettem volna beszélni egy csacsiról, igazából egy kabala állatról. A mindegyik tagintézménynek, mindegyik partnerintézménynek van egy kabala állata, ami körülutazza a két éves periódus alatt Európát. Hozzánk most ez a kis csacsi érkezett a naplójával együtt, amit januárban tovább fogunk küldeni Németországba, és akkor igazából mindegyik kabala állat megérkezik majd hozzánk, és tovább is utazik egy bizonyos periódus alatt. Ezekbe a naplókba bele fogjuk írni, hogy a csacsi mivel töltötte napjait, tehát igazából arról van szó, hogy minden nap igyekszünk, minden nap gyermekekhez kerülnek ezek a kis kabalállatok, és minél több tanulóhoz kerülnek, a gyerekek fényképeket készítenek velük, és felteszik a közösségi oldalakra. Nagyon aranyos ötletnek tartom, de tulajdonképpen ezek a kis kabalállatok hogyan kapcsolódnak magához a projekthez? Igazából a projekt szerves részei, például a mi kabalállatunk is, Bundás, egy ilyen kis tudományos kutyuska, tehát egy kis tudós kutya például. A kutyusnak ki kellett találni nevét, előéletét, feladatát esetleg? Feladata nem volt, igazából most lesz feladata itt a két éves pályázat alatt, tehát előéletével sem foglalkoztunk, hanem ahogy indult a kutyus élete velünk itt a pályázatban. És akkor még kérdezte ön a további feladatainkat, és elkezdtük a kísérletezést. Az első témakörünk a víz,
és ennek is a három halmaz állapotát fogjuk megvizsgálni. Dékány László tanár úr segítségével kísérleteket végzünk, és készítünk az 5.-től 9. osztályosok számára, és az ő bevonásukkal. Hogyan kell dokumentálniuk például ezt a feladatot? Ezeket a kísérleteket feladatlapokkal látjuk el, és majd egy könyvbe fogjuk, egy ilyen kísérletes könyvbe fogjuk rendezni, nem csak a miénket, hanem az összes, tehát az összes partnereknek a kísérletét bele fogjuk tenni egy nagy könyvbe. A projektnek gondolom nem része például a karácsonyi ünnep, de azért egy-egy üdvözlőkártyát gondolom küldenek egymásnak ebből az alkalommal. Igen, már kaptunk 3 üdvözlőkártyát, és mi is készítettünk a gyerekekkel hasonlóan. Igen, és várjuk a többieknek az üdvözlőjét is. Úgy látom a munkatervükben, hogy nem is olyan sokára, valamikor tavasszal ide érkezik majd a csapat, arra hogyan tudnak készülni arra a találkozóra. Igen, tehát az a magyar találkozó az március 11-től 18-áig lesz itt Tiszafüreden, itt kerül megrendezésre, és már elkezdtük a szervezést, tehát a szállásfoglalást, a transfereket intézzük, az ételrendeléseket és a különböző programokat is. Mekkora a küldöttségre számít? 51 fő fog érkezni, tehát a 6 országból 51 fő, ez úgy gondolom, hogy nagyon szép számú küldöttség. Mennyi ideig tartózkodnak? Egy hétig, tehát vasárnaptól szombatig lesznek itt. A programtervezésben hogy állnak? Sajnos az időjárás az kiszámíthatatlan. Hogyan lehet A meg B verziót? Egyáltalán tud-e már mondani példákat a programon? A programunk készen van. Rugalmasak vagyunk abban a szempontból, hogyha esetleg esőnap van, akkor felcserélünk programokat. De mindenképpen túlnyomó többségében benti programokra tervezünk. Bundás egyébként hol tartózkodik most? Itthon van, vagy elutazott valahol? Ő Németországba ment, tehát az írországi találkozó alatt továbbadtuk a német partnereknek, és van egy körforgás, amit le is írtunk még a pályázatkor, hogy melyik állat mikor hova utazik. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és akkor várjuk a következő híreket erről a projektről. Nagyon szépen köszönöm.